Az Aranyszamár Bábszínház független utazó gyerekszínház a Szamarabba Szamárnál című produkciója több szamaras meséből áll össze, és mindegyik történet az emberi gyarlóságról szól. A műfajában egyedülálló előadás az önfelett időtöltésen túl betekintést enged a különböző elfeledett bábtechnikák rejtelmeibe, a klasszikus és népi történet variánsai pedig tanúságos üzenetek a gyermekek számára. A társulat miniszínháza az érdi parkvárosi közösségi házban várta az óvis gyerekeket. Noszogatni tovább nem kell. Lassan lép a nagy teherrel. Minden méter kint szenvedés, hogyha megáll. Jön a verés. Na, gyerünk már, Tóthor! Mondtam már neked, hogy érts a szóból. Ne állj itt, mint bálám szamara. Igyekezd, de hamarabb. Az Aranyszamár Színház tavaly ünnepelte a 25. születésnapját. Mi gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, mint utazó színház, hogy ténylegesen országosan beutaztuk szerintem az egész vidéket, az egész országot. Kezdtük egy apró kis baranyai faluban, onnan indult a színház, ott alakult. És 2000-től Budapestre került a székhelye, és onnantól kezdve így jártuk az országot, a világot, és a mai napig is, hát ahova hívnak, ahova lehet, ott megfordulunk. Otthon aztán lemár házza, öreg akol, szamárház, ahol a gazda megabrakol. Most egy olyan előadást hoztunk ma ide, amit már régóta szerettünk volna elkészíteni, mert ugye Aranyszamár Színház a nevünk, és ebben az előadásban három olyan mese hangzik el, ahol a főszereplő vagy a kulcsszereplő a szamár. Ezek azért nagyon izgalmas történetek, mesék, mert az eredeti Ézopusz féle tanmeséket magyarított a Heltai Gáspár, és a Heltai Gáspár féle változatot írta át nekünk verses mese formában Szabó Attila, akivel már nagyon sokszor dolgoztunk együtt, és azt gondolom, hogy egy kicsit kapott az egész egy modernebb, könnyedébben érthető és élvezhető szövegvilágot. Színházunkra nagyon-nagyon jellemző, hogy minél változatosabb, tehát keressük a mind a szövegvilágban, a történetekben, a meseválasztásban, a technikai megoldásokban a sokszínűséget és a változatosságot, és mint mondottam, ugye itt ez egy mikroszínpad, eleve maga a színpad is pici, és így a benne lévő eszközök, tárgyak is kisebbek, ilyen nagyon kis miniatűr, finom színház, de amúgy alapvetően mi nagy színházakban, nagy műfázakban, szabadtéri rendezvényeken dolgozunk, vagy is megfordulunk. Csúszós kutkávára, reszketés száll vénlábába, szeme már a vizet issza. Lentről szamár néz rá vissza. Szerintem a gyerekektől, meg a közönségtől van az állandósága, a romantikája ennek az egész műfajnak, hogy, és érvényessége, hiszen mindig az adott korosztálynak a sajátosságait figyelembe véve alakítjuk ki például mi az előadásunkat, de általában azért ezt figyelembe szokták venni. Tehát, hogy az a fajta a gyerekeknél, az a fajta nyitottság, ártatlanság, az a fajta rácsodálkozás, amivel ők azért a világ dolgaira még figyelnek és érzékenyek, azt ragadjuk meg, és arra építünk. A felnőtteknél meg már ismerve
ismerve magunkat, ismerve világunkat, sokkal inkább tudjuk azokat a sajátosságokat bevonzani és megmutatni, amivel meg őket lehet megszólítani. Én azt gondolom, hogy most meg különösen ebben az gépiesített világban, tehát amikor tényleg minden a számítógép, meg a telefon, meg a különböző kütyükről szól, itt a színházat, már azt gondolom a bábszínházat, az már a legkisebb korosztállyal meg kell ismertetni, mert az egy más világ. Ott kilépünk ebből a doboz világunkból, ebből a technikai világunkból, ott mi vagyunk, és a természet, az élet, a lélek, az érzelmek és a különböző megtanulandó dolgok. Tehát, hogy hogyan tapasztaljunk, és azért én azt gondolom, hogy a bábszínház a segítség sok esetben. Nem véletlenül visszakanyarodva erre az előadásra, hogy ezek a mesék, ezek mind gyakorlatilag tanmesék, és a kisgyerek még erre fogékony. Erre még vannak receptorai. Hiába próbálja ez a világ elterelni erről. Őt még meg lehet ragadni.